Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Karcagi Katasztrófa Védelmi Kirendeltségen. Lévai Kálmán ezredes úrral beszélgetünk, hiszen elkezdődött az aratás és a betakarítási munkálatok. Ilyenkor azért önök is sűrűbben jelen vannak a határban. Mit szoktak ilyenkor ellenőrizni a gazdáknál? Hát alapvetően az aratás megkezdése előtt a gépszemlékre kerül sor. Ilyenkor minden gazda legjobb állapotába hozza a gépparkot. A téli állás után előveszik az olyan gépeket, amelyikeket nem használnak, egyébként kombájnokat, ugye betakarító gépeket, és ezeket is átnézik, rendbe teszik, megjavítgatják, és főleg biztonsági szempontból át kell, hogy nézzék, részbe a gazdák, részbe pedig a gépkezelők. Mi ezeket szoktuk ellenőrizni, hisz mezőgazdasági vidék lévén az egyik fő feladat az aratás, hogy rendben, ha már megtermett a gabona, hála jó Istennek, akkor azt minél nagyobb veszteség nélkül, tehát szemveszteség nélkül be lehessen takarítani, és persze a szemveszteség az a gazdák dolga, viszont a tűzveszteség az a miénk is, hogy ha megnézzük a gépeket, lehetőleg előzzünk meg minden tűzesetet, ami aratás közben következne be. A kirendeltség területén van esetleg valami összesítés, hogy eddig már hány gépet néztek át? Hát nem keveset, közel 100 helyen fordultunk elő eddig. Ennek egy része szervezet, más része pedig egyéni gazdának a területe. Körülbelül 500 gépet néztünk át, és ezekről megszületik a jegyzőkönyv. Korábbi években egy vinyektát is bevezettünk, amit akkor aktuálisan az évi vinyektát rányoljuk a gépre, és akkor már, ha kiérünk a határba, látjuk messziről a matricát, ami egyfajta azonosítója, túl azon, hogy a gép azonosítója fel van tüntetve a jegyzőkönyvekben. Akkor számomra ez azt jelenti, hogy megvolt a gépszemle, de akkor utána is mennek még a határba, és nézik, hogy esetleg minden rendben van-e? Hogyne, tehát legelőször is egy közös ellenőrzésre kerül sor rendőrséggel és a munkavédelmi hatósággal közösen. Ugye hát mi a tűzvédelmi szempontból nézzük a gépeket, rendőrség velünk párhuzamosan szokta nézni közlekedésbiztonsági szempontból, a munkavédelem pedig ilyenkor azért jön elő, hogy minden rendben van-e, a munkások kellően védve vannak-e. Hát itt azért vannak forgóalkatrészek és egyéb, amit kellő védelemmel el kell látni, ami kellő gyakorisággal el szokott romlani, és viszont az ember az első mindenképpen, hogy az ő testi épsége meg legyen óva. Mi ilyenkor még nézzük, hogy a gépszemlékhez képest milyen állapotba került a gép, továbbra is üzembiztos-e, tűzoltókészülék nem fogyott el időközben, elveszett, leesett, elhasználták valamilyen célból, de a legfontosabb dolgoknak mindig mindenkor eleget kell tenni. Szerencsére eddig még nem volt, legalábbis tudomásunk szerint nem volt tűzeset aratás közben. Az árpa aratása már befejeződött, most van egy-két hét szünet, és utána kezdődik a búza betakarítása, de gondolom, hogy arra is fontos figyelni, hogy az út mellett az eldobott csikkek mekkora tüzet tudnak ilyenkor a szárazavaron és az elszáradt főn okozni. Igen, hát mindenfajta egyéb határszemlénk is van, részbe karöltve a földhivatallal, akik a parlagfüvet fogják vizsgálni, részbe saját magunk, részben más társszervekkel. Az útmente, vasútmente, erdőmente különösen kell, hogy rendbe legyen téve, hisz az eldobott csikkek lelki világa kiismerhetetlen, tehát ha úgy próbálnánk tüzet gyújtani a vacsorához, valószínűleg éhen halnánk, viszont mégis, ugye amikor kidobják az út mentén egy-egy autóból a csikket, akkor az nagyon könnyen tud tüzet okozni. Az aratás is úgy kezdődik egyébként, hogy utak, vasutak, erdők mentén kezdik el, hogyha mégis tűz keletkezik, ezek a területek ne legyenek veszélyeztetve, illetve fordítva, útmenti eldobott csik ne terjedhessen át a gabonatáblára. Itt említett, hogy ha mi szeretnénk tüzet gyújtani szalonnasütéshez, ennek milyen kritériumai vannak, hiszen most nem tudom, hogy van-e tűzgyújtási tilalom például.
Tűzgyújtási tilalom nincs, az a bizonyos meghirdetett tűzgyújtási tilalom. Környezetvédelmi jogszabályban van egy általános tűzgyújtási tilalom, ami semmilyen mezőgazdasági hulladék elégetését nem engedélyezi, kivéve nagyon indokolt, hát ilyen növényi betegségek esetén, illetve belterületén, tehát a települések belterületén, ha az önkormányzat szabályozta a tűzgyújtást, akkor megengedhető az, hogy a kis kertek gizgazát elégessék. Ez jellemző módon nagyon sokfelé úgy van szabályozó, hogy tavasszal és ősszel engedélyezi bizonyos időszakba, azon felül ott sem, de kinn a határba csak növényegészségügyi okok alapján szokták engedélyezni a tarló égetését, vagy bizonyos növényi hulladékok elégetését. A túrázóknak milyen tanácsokat adna, hiszen sokszor megállnak, szalonnát sütnek, ott abból is sok-sok erdőtűz szokott lenni. Hát a túrázóknak, azok okos emberek. Akik mégsem, azok nem túrázók, csak a betévedtek az erdőbe. Tehát a túrázók alapvetően mindig odafigyelnek, hisz az ő szenvedélyük a természet szeretete, és ezt nyilvánvalóan nem akarják tönkretenni. Nagy vonzerő az, hogy egy-egy ilyen túra esetén szalonnát süssenek, vagy éppen most már a úgynevezett piknikelés alapján mindenfajta egyéb rostonsült ínyenségek is készülnek, viszont hát meg kell nézni, hogy hol, mikor, hogyan. Alapvetően, hogy kijelölt helyen legyen. Aztán milyen a környezet, mert attól, hogy kijelölt hely, még lehet egy olyan száraz környezet, amikor nem ajánlott. Azután nem árt, ha valamilyen tűzoltásra alkalmas eszköz is van kéznél. Hát most nem mondom, hogy a túrázó vigyen magával egy 12 kilós porraloltót, az egyébként is elég kevés egy tábortűz eloltására, de nyilván patak közelbe szoktak ezek a kijelölt helyek lenni, és akkor legyen valamilyen vízmerésre alkalmas eszközük, hogy lehetőleg ne egy szűkszájú flakon, mert abból nagyon nehezen lehet összegyűjteni annyi vizet, hogy eloltsák a tüzet. Egyrészt használd után, másrészt, hogyha netán menet közben valami miatt el kell oltaniuk, például föltámad a szél. Tehát eleve szeles időben nem gyújtunk tüzet, de ha már meggyújtottuk és föltámad a szél, akkor el kell oltani, hisz ilyenkor van az, hogy röptűz keletkezik, tehát egy apró parázsdarabokat a szél kiragad a tűzből, és odébb teszi le valahova, és bizony szárazság idején nagyon gyorsan terjed a tűz, és néhány 43-as cipővel eltaposni ilyenkor azt nem lehet. Ilyenkor szokott lenni egyébként tűzgyújtási tilalom, amikor annyira szárazak már az erdők is, hogy tényleg veszélyes minden szikra, egy eldobott gyufa, vagy éppen egy ilyen kis röptűz, ami egy szalonnasütő helyből kiröpülhet. Na, ilyenkor ezt kell betartani, hogy valóban vegyünk erőt magunkon, és inkább vegyük elő a kis konzervünket, és azt tegyük, mint hogy süssünk valamit, és emiatt esetleg a erdő egy része leégjen. Köszönjük szépen ezeket a hasznos tanácsokat, és reméljük, hogy nem lesz nagy tűz a következő aratás, hiszen azért még a java hátra van, akkor sem. Hát bízunk benne, hogy nem lesz, hisz sok évre tekint vissza a mezőgazdaság figyelemmel kísérése. Én jó magam 30-nehány éve látom, és azt is láttam, hogy mind a mellett, hogy a régi eszközökön nagyon nehéz volt eleget tenni a szabályoknak, de akkor is eleget tettek, és ma örömmel látjuk, hogy egyre modernebb gépek kerülnek forgalomba, egyre modernebb gépekkel dolgoznak a gazdák, egyre biztonságosabban, és hát reméljük, hogy egyre nyereségesebben is. Reméljük, így lesz. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen.